Több évtizedes álom vált valóra Székesfehérváron, hiszen megnyílt az első kiállítás a Phoenix Art Galériában. A Gócs László tulajdonos rengeteg művészt ismer, a galéria pedig egy közös fórum, ahol az ország különböző pontjain, vagy éppen határon túlélő művészek bemutathatják tehetségüket. Nekik nagyon különleges a látásmódjuk, illetve az eszközkezelésük. Tehát nem másolnak, nem szorítkoznak arra, hogy lemásolnak egy képet, hanem saját eszköztárral, saját gondolatvilággal rendelkeznek, és ezt ki is tudják fejezni jellemzően. A tárlaton ezúttal öt művész képei láthatók, ők mindannyian a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének tagjai. Körmendi Rita, a festőművész, elsősorban tájképeket készít, saját látásmódját, érzéseit jeleníti meg ezeken. Ihletre hagyatkozom, tehát van, amikor egy szín képes megihletni engem, vagy egy környezeti hatás, egy zene, bármi. Nagyon fogékony vagyok, mi is nyitott mindenre, úgyhogy igaziból nincsen elhatározásom, konkrét nézőpontom a felől, hogy most én csak ezt a stílust fogom végigvinni, hanem abszolút, ami meg fog engem megihlet, és ahogy kijön belőlem, azt festem meg. A kiállításon írómetszetek is megtekintetőek, Kriti Viktor grafikus jóvoltából. A művész elárulta, több mint 10 év alatt fejlesztette tökéletesre a technikáját. Készül fejbe egy grafika, azt felrajzolom egy nyomóducra, ami akár linoleum, akár PVC, kimetszem késsel, és hogyha elkészült a duc, akkor pedig kézzel lenyomtatom, és így lesz kész a grafika. Kriti Viktor és Körmendi Rita mellett még Burik Ábrahám Zsuzsanna, Horváth Csilla, Megellai Katali művei láthatóak 2 hétig a Távirda utcában. Ezt követően további 8 alkotó munkájával ismerkedhetnek majd meg az érdeklődők az év során.